Előző adásainkban Ferencváros korai iparosodásáról volt szó. Olyan személyiségekről, akik meghatározóak voltak az ipartörténet szempontjából. Nem mehetünk el szó nélkül Vidacs István és Vidacs János mellett. A mögöttem látható területen egykor egy hatalmas mezőgazdasági gépgyár működött. Vidacs István működtette. Ismerkedjünk meg egy kicsit közelebbről személyiségével. Vidacs István először Pesten, majd Bécsben dolgozott, mint lakatos, emellett rajzott és géptant is tanult. 1825-től uradalmi gépész volt Bánátkomlóson. Hamarosan továbbfejlesztette az úgynevezett Hohenheimi ekét, melynek eredményeként létrehozta a 19. századi Magyarországon általánosan elterjedt úgynevezett Vidacs ekét. 1842-ben Pestre költözött. Először Rök Istvánnal társult, majd bérbe vette az úgynevezett Schlick-féle ferencvárosi vasöntödét, míg üzemét aztán lassanként mezőgazdasági gépgyárra fejlesztette. A mezőgazdasági gépeken kívül élelmiszeripari gépeket is gyártott. Az 1862. évi londoni világkiállításon korszerű ekét, rostát és szecskavágót is vásárolt, melyet a saját termékeinek fejlesztéséhez kívánt felhasználni. Vidacs János 1826-ban Bánátkomlóson született. Az elemi iskolát szülőhelyén végezte, ezután rövid időt töltött a Titeli Katonai Intézetben, majd középfokú tanulmányait a Temesvári Gimnáziumban folytatta. Tevékenyen részt vett az 1848. március 15-i forradalmi eseményekben. Jókai Mór, Petőfi Sándor és Vasvári Pál mellett őt jelölték ki a Landerer nyomdájának lefoglalására választott küldöttségbe. 1848. augusztusában a Földvári Lajos által szervezett szabadcsapat főhadnagyaként részt vett a délvidéki harcokban. Az 1849-es nyári hadjáratban rövid ideig Görgei Ármin különítményében a tábori hadbíróság ülnöke volt. A fegyverletételkor eredeti alakulatánál századosi rangban szolgált. A szabadságharc bukása után bujdosni kényszerült. Horvát és olasz nyelvtudását felhasználva Horvátországban napszámosként, később Fiumében nevelőként tartotta fenn magát. Majd az utána nyomozó hatóságok elől Velencébe szökött. Napszámos munkákat vállalva beutazta egész Itáliát. Azonban mikor Itáliából Svájcba akart szökni, a határon az osztrák katonák elfogták. A pesti új épületben töltött egy év vizsgálati fogság után 1851. decemberében a hadbíróság kötél általi halálra ítélte. 1852-ben kegyelmet kapott. '48-as forradalmárként nagy szerepet játszott a volt honvédek megsegítésére alakult Pesti Honvédsegélyező Egylet létrehozásában, és az 1861. január 20-án alakult egylet pénztárosa lett. Az országgyűlés feloszlatása és a honvéd egyletek betiltása után a fővárosi honvéd egylet vagyonát gyárának számlájára megmenekítette. A kiegyezés utáni első választáson az országos 1848-as párt jelöltjeként a Bánátkomlósi kerület országgyűlési képviselője lett. Sikerét az 1872-es választásokon megismételte. Még 1869-ben a Ferenc József takarékpénztár elnökévé választották. '1873-ban a Ferenc József takarékpénztár csődbe ment. Több száz ember vagyona veszett kárba. Vidacs János nem bírta elviselni a szégyent. Öngyilkosságot követett el. A mögöttem álló úgynevezett Rottenbiller házból kiugrott, és így önkezével vetett véget életének. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!